ezekben a mesébe, de szokták mondani, ugye mi minden évben kis nagytörben tiszteletünket tesszük a síroknál, megütjük a gyerekeket, és azt mondom, hogy ezt már nem szabad itt jobban, ezt, aki hisz benne, az higgyen benne. Nem hiszem, hogy lehet. Itt az egyik utasunk kamerázik. Ő nem a szellem. Ők szerintem csak kirándulók szegények, hogy itt vidáman kóborolnak az erdőbe, aztán nem gondolják, hogy mit váratnak rájuk. Én nem láttam semmit, szerintem kézzel őtök itt is szokott. Tudom. Én pont nem emlékszem. Állítás akkor, de Jaj, már most megy, már most.
Gyertyágyunk ki napközben, bár az öregebb kollégáim mindig szokták mondani, hogy ne üljünk le már sötétbe vagy este, ne bolygassuk itt az erdőt, mert ne háborgassuk, mert ők szeretik ezt a nyugalmat. Megmondom őszintén, hogy én ebben nem hiszek, hát azért is láthatják, itt a fiatal kollégákkal vagyunk az öregek ilyenkor. Pont Halloweenkor, pont a temetőnél szerintem elő is fog jönni. És le tudjuk, utána tudunk járni, hogy valóban van-e alapja ezeknek a mindenféle szóbeszédeknek, meg meséknek, vagy ezek tényleg csak utaságok, és nem érdemes velük foglalkozni. Én megmondom, hogy osztom ezt a véleményt, tehát én biztos vagyok benne, hogy semmi nem fog előre, ez egy komoly előre. Azért jöttem. Az előző helyesen észrevették, hogy mindig csak elfele mennek emberek, és visszafele soha nem. Ha onnan várod, akkor hát figyelj, megyünk tovább, mert látjátok, hogy nem jön elő semmi. Én egyébként megmondtam, tehát én csak egy mozdulat ülök, nekem semmi közöm az egészhez, meg így a fellembasuk nézik őket. De előbb se jött elő semmi. Mindenki világban össze. Köszönöm. 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 Ha ha ha!
Igazából talán az egy első ilyen igaz szó, ami elhagyja a szánkat. A másik az, hogy ugye az is tanúsítja, hogy tényleg igazat beszélek, hogy ez a gép már 70 éves, láthatják tiszta pókháló már szegény. Illetve, hát igen, ez amiről beszéltem, hogy itt volt egy-két probléma, még az előző körben, de sikeresen megoldottuk. Van még? Mindenünk megvan? Sósavaskár? Kloroform nálad van, nem? Jó, nem kell kérni. Az lesz a program további részében, hogy leszállnak, átadom őket Valálunknak. Valálunk bevisz önöket a kis múzeum termünkbe, ott van egy kis terepasztal, egy kis live dolog, azt szeretik a gyerekek meg lehet nézni, majd utána tovább fognak menni gyalog a program második részében, ott még azért érheti önöket egy-két meglepetés. Ha együtt mindenképp maradjanak együtt, senkinek muszáj, nem együtt maradna, akkor valószínű, hogy érheti önöket valami. Viszont, hogyha mindenki elhosszáll, akkor nem meghaltok, akkor a programon kívül fog érni benneteket egyéb sérülés itt a területen, mert a farkasai már nagyon-nagyon rég nem ettek. Úgyhogy további kellene szórakozást kívánok. Ha visszafognak majd menni a program után, a sétának a vége az állomáson fog kikötni. Akikért vacsorát, azt tudja kikérni. Ugye az egy opcionális dolog volt, illetve a kézműveskedés az mindenkinek jár, szintén az állomás épületből lehet megtenni. Gyönyörű szép őszi asztali dísz készíthető, amit tényleg szívből ajánlom, mert egy ilyen asztali dísznek több ezer forintért lehet bármilyen venni. Itt meg önök fogják tudni elkészíteni, de ez minden olyan anyagból, amit innen szedtünk össze. Thank you.
Tudom, azokat nem, de miért nem mozdulnak, mozdulnak meg? Köszönjük a látogatásukat! Köszönjük a látogatásukat!